Melyik parlamentáris demokráciában lehetséges az, hogy az országgyűlés a saját maga által alkotott felhatalmazási törvényt csak a felhatalmazott, azaz a kormány beleegyezésével helyezheti hatályon kívül, teszi fel a kérdést Vörös Imre. A volt alkotmánybíró szerint aggodalomra ad okot, hogy Magyarország jogrendszere az állandósult veszélyhelyzet állapotába fog kerülni. Vendégünk Vörös Imre. Jó estét, professzor úr! Jó estét kívánok, szerkesztő úr, köszöntöm a nézőket! Elmondtam az előzetesben az ön felvetését, hogy addig-addig kutakodott, amíg talált olyan passzust a felhatalmazási törvénynek nevezett és nem pontosan elnevezett törvény hátterében, környékén, amiről nem szoktunk beszélni, és ami az ön szemében súlyosabbá teszi a helyzetet annál, mint amiről az ellenzék és ma az Európai Parlament is hosszan beszélt, miszerint nincs határideje ennek a törvénynek. Ön szerint mi a nagyobb baj? Ez a nagyobb baj az az, hogy itt egy félrevezetés folyik, itt kapitális, hogy mondjam, csúsztatások vannak, ami miatt a közvélemény se, a hazai se, az európai nem látja tisztán, hogy ez a törvény voltaképpen hogyan is vonható vissza. Tudnék, az a mondás, az a kormányzati propaganda lényege, hogy ezt az országgyűlés bármikor visszavonhatja, és hát a Varga miniszterasszony egy interjújában, amire én reflektálom, ezt a kis írásomat írtam, ami most köröz itthon is, meg Németországban is, azt a választ adta, hogy sokkal erősebb garancia az, hogy az országgyűlés visszavonhat egy ilyen felhatalmazási törvényt, mintha határideje lenne a felhatalmazásnak. A visszavonhatósággal sajnos két probléma van, az egyik, hogy ez a törvény ez nem vonható vissza. Tehát a törvénynek a hatályvesztéséről a 8. paragrafus rendelkezik, a hatályvesztés az viszont a 3. paragrafusban jelenik meg, de ez nem a törvényre vonatkozik, hanem a törvény alapján megalkotott rendeletekre. Hát ez ugye két különböző dolog. Most ennek az összecsúsztatásából jön ki az annak a súlykolása, hogy ez egy visszavonható törvény. Ugye hát itt van a 8. paragrafus, ha megengedi, gyorsan felolvasom. Parancsoljon, persze. A 8. paragrafus úgy szól, hogy e törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet megszűnésével az országgyűlés dönt. Na most ez akkor lett volna korrektül megfogalmazva, hogyha beszúrják a közepére, hogy a veszélyhelyzet kormány általi megszüntetésével az országgyűlés dönt. Tudnék, ennek az országgyűlési döntésnek az az előfeltétele, hogy a kormány megszüntesse a veszélyhelyzetet. Miért? Hát mondhatja azt a parlament, hogy én úgy gondolom, kedves kormány, hogy nincs tovább veszélyhelyzet, elvonom tőled ezt a jogot. Gondolnám én az előbb felolvasottak alapján. Nagyon igazán optimista és jóhiszemű ember a szerkesztő. Sajnos van egy alaptörvényünk, és erről hallgat ez a 8. paragrafus. Most ezzel mondom, hogy be kellett volna szúrni. Tehát az alaptörvény, amelyik azért magasabb rendű, mint ez a felhatalmazási törvény, ez kimondja az 54. cikkeiben, hogy a kormány szüntetheti csak meg a veszélyhelyzetet. Magyarul a 8. cikke, a 8. paragrafus azt leplezi el, hogy egy előfeltétele van annak, hogy a kormány, hogy az országgyűlés a megszűnésről döntsön, és az előfeltétel a kormány előzetes döntése a veszélyhelyzet megszüntetéséről, mert az alaptörvény ezt írja elő. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy az országgyűlés nem dönthet az előtt, mielőtt a kormány a veszélyhelyzetet meg ne szüntette volna. Tehát egy feltételtől függ az országgyűlésnek ez a döntési joga, ami hát egészen elképesztő, hogyha egy társasházban ugye közgyűlésre meghatalmazom a szomszédot, hogy menjen el és engem képviseljen, akkor ez a meghatalmazás, ezt én bármikor visszavonhatom. Nincs semmi feltétele. Itt viszont az a feltétele, tehát a felhatalmazó csak azzal a feltétellel vonhatja vissza a felhatalmazást, hogy a felhatalmazott ehhez előzetesen hozzájárul. Ugye ez egy jogi... Ez önmagában, igen, ez ezt akartam mondani, tehát az előző példánál maradva, akkor engem örök időkig képvisel a szomszéd, ha őt bíztam meg a társasházban azzal, hogy képviseljen egyszer. Pontosan azt fogja mondani, hogy én nem egyezem bele abba, hogy visszavonna meghatalmazni. Erről szól ez a 8. paragrafus. De tudnék, nem ez a közvéleményben nem ment át, hogy az alaptörvény mögötte van ennek a törvénynek, és az felülírja ezt a 8. paragrafust úgy, hogy feltételhez köti az országgyűlés, mint felhatalmazó, felhatalmazás visszavonási jogát. Tehát az, amit a kormány és a Varga miniszterasszony állított, egyszerűen nem igaz.
És ezért kapta ez az én kis írásom, hogy Németországban és itthon is most köröződik, hogy ne dőljön be Európa, Varga miniszter asszonyok, nem mint hogyha nekem bármi bajom lenne vele, hanem azért kapta ezt a címet ez az írás, mert egyszerűen nem felel meg a valóságnak az, ami állítása elhangzik. Tehát, hogy nincs az országgyűlésnek olyan feltétlen joga, hogy visszavonja a felhatalmazási törvényt. Most ez még egy másik oldalról is teljesen elképesztő. Tudnik, az országgyűlés hát a törvényhozó hatalmi ág. Hát annak az a dolga, hogy törvényt alkot, meg törvényt hatályon kívül helyez. Ezt nem kell külön törvénybe beleírni, hogy mikor dönthet az országgyűlés egy törvény hatályvesztéséről. Hát akkor dönt, amikor jónak látja, de hogyha ezt mondom, hozzátesszük az 54. cikkelyét az alaptörvénynek, kiderül, hogy sajnos mégsem dönthet szabadon pont egy ilyen súlyú felhatalmazás. Voltak éppen akkor, tehát ez az utolsó mondat, ami arról szól, hogy a parlament vonhatja vissza ezt a törvényt, az önmagában egy értelmetlen mondat, mert ehhez előbb a kormánynak kell visszavonnia a saját szándékát, hogy ezt a törvényt mostantól alkalmazni akarja. Pontosan, tehát kell egy kormány döntés, amelyik vissza... Biztosak lehetünk abban, hogy ezt a jogalkotók tudják? Most ön talált valamit, de rossz szándékot feltételez ebben? Abszolút igen. Miért? Igen. Azért, mert van egy harmadik paragrafusa ennek a törvénynek, amely viszont rendelkezik a visszavonásról, ami egy tényleges visszavonási lehetőség. Tehát, hogyha a jogalkotó a harmadik paragrafusban még tudta, hogy kell szépen megfogalmazni a visszavonási lehetőséget, akkor miért felejtette el ezt, míg elért a nyolcadikig? Tűnik a harmadik paragrafus, amelyikre egyébként állandó hivatkozás történik, az csak ugyan tartalmaz egy visszavonási lehetőséget, azt mondja, hogy az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően az egybekezdés szerinti felhatalmazását visszavonhatja. Az egybekezdésben rendeletekről van szó, amelyeket a felhatalmazási törvény alapján és a veszélyhelyzet idején megalkotnak. Hát tudjuk, hogy tömegével adatvédelmi, ugye rémhírterjesztés, tehát a rendeletek tömege ömlik most a magyar közlönybe. Ezeknek a rendeleteknek, egy-egy rendeletnek a tekintetében az országgyűlésnek csak ugyan a harmadik paragrafus alapján van visszavonási joga, de csak az egyes rendeletek tekintetében. Ez azonban technikailag úgy néz ki, hogy mondjuk összeül az országgyűlés, a kormány tagjai ott ülnek, és megszavazza az országgyűlés, arra vetemedik, hogy nem tudom, például a Palkovics miniszter úr fel van jogosítva az összes személyes adatom, a való kurkászásra magánszemélyeket is kötelezhet, tehát mondjuk a feleségemet fölhívhatja, hogy mondja meg neki, hogy én szedek-e fogamzásgátlót, egyébként nem szedek. De rendeletileg joga van. Most az országgyűlés esetleg arra vetemedik, hogy azt mondja, hogy na ez azért mégiscsak sok. Ennek a rendeletnek a tekintetében a harmadik paragrafus alapján visszavonom a felhatalmazást. De mivel a nyolcadik alapján a törvény maga hatályban van, ezért a miniszterelnök úr előveszi a mobiliát, benyomja a Gulyás miniszter úrnak a telefonszámát, hogy adjátok ki ezt a most ugye felhatalmazás visszavonásával megsemmisült rendeletet azonos szöveggel, egy perc múlva kín van elektronikusan a magyar közlönynek a honlapján, csak mai nappal és egy másik számmal. A parlament ilyen módon egy bábszínházzá válik? A parlament ilyen módon egy bábszínházzá... De semmi jogköre nem marad arra, hogy ezt felülírja, kontrollálja, ellenőrizze, döntsön róla mégis valamilyen kibúvó által? Mondom, ezt a színjátékot el lehet játszani egy egyes rendeletek tekintetében, de azt rögtön a kormány miután van felhatalmazás. Értem, de az egésszel kapcsolatban semmit nem tehet. Nem, semmit nem tehet. Ez azért izgalmas, amit most idehozott, mert hogy az ellenzék sem erről beszélt eddig. Ugye a határidő nélküliséget ostorozta folyamatosan, de a teljes tehetetlenségét nem vette észre. Nézd, az Alkotmánybíróság biztosan mondhatna ez egy-két szót, mert itt egy alapelvről van szó, a CC-k egybekezdés az alaptörvénynek, a hatalmi ágak megosztását tartalmaz a törvényhozó, ugye az a parlament, a végrehajtó a kormány, és a bírói hatalmi, ez a három elv, Montesquieu óta kell, hogy válaszol, működjön egy demokráciában, jogállamban. Az alaptörvény CC-k egybekezdése sébe ütközik a felhatalmazási törvény. Ez nem kétséges, tudnék a nyolcadik paragrafus szerint, ahogy ezt most ugye elmondtam. Ez van. Professzor úr, köszönöm szépen. Tanultunk valamit ma is. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Viszontlátásra.